Nem épül sícentrum vagy boppája, és nagyobb beépítések sem lesznek a Normafa területén, mondta a Normafa rehabilitációját előkészítő Natura 2000-es hatásvizsgálat eredményeinek bemutatásán Pokorni Zoltán, a Hegyvidék polgármestere. A mögöttünk hagyott másfél év meggyőzött arról, hogy sem nyári boppájára, sem új libegő építésére nincs mód, nincs szükség. Az önkormányzat kezelésében álló fokozottan védett terület rehabilitációjára azért van szükség, mert annak infrastruktúrája az elmúlt évtizedekben leromlott. Szükség volna többek között új padok, szemetesek kihelyezésére, illemhelyek építésére, a Konkoly-Tege úti kanyar forgalomszabályozására, a libegő felső végállomásának rendbetételére, valamint a műemlékvédelem alatt álló pusztuló félben lévő épületek felújítására, ilyen például a Lóvasút és az Ötvösút 48 szám alatti villaépület. A tervek között szerepel egy kisméretű sípálya kialakítása is. Pokorni Zoltán hozzátette, szeretnék elérni, hogy a kormány sajátítsa ki és bontsa le a hosszú évek óta üresen álló Olimpia Hotel épületét. A gerincen van most az autóbuszforduló, az autóbusz megálló és a parkoló. Ezeket a funkciókat szeretnénk lehozni, egy megállóval, egy fél megállóval lejjebb az Olimpia Hotel mai területére. A szakértők javaslatait is tartalmazó megvalósíthatósági tanulmány heteken belül elkészül, a már konkrét tervekről helyi népszavazás keretében várhatóan április végén mondhatnak majd véleményt a kerületiek. A Natura 2000-es hatásvizsgálat egyébként a normafa.hu oldalon is elérhető. Új társasházi energiahatékonysági programmal folytatódik az Otthon Melege program. A 460 lakásos panel és téglatársasházak március 9-től adhatják be pályázataikat, a támogatás 50%-os lesz. A pályázat ugyanis nem csak a szigetelés és a nyílászárók, hanem akár a fűtési rendszer korszerűsítéséhez, valamint a megújuló energiából álló meleg vízellátás és fűtés korszerűsítésre is igényelhető. 10 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre, ami egy-egy lakás esetében 350 és 650 ezer forint körüli támogatást jelent. Az a cél, hogy a Magyarország ingatlan állomány energetikailag kevésbé jó állapotban lévő épületeit, családi házait, lakóingatlanjait felújítsuk. Tervezzük a 60 lakásnál nagyobb társasházaknak a pályázatkiírást. Az ingatlanpiaci elemzők szerint, ha valaki lakás eladásán gondolkozik, sokkal nagyobb eséllyel és magasabb áron tudja ezt értékesíteni, amennyiben felújított állapotban hirdeti meg. A pályázatról szóló tájékoztató anyag már elérhető a kormány és a tárca honlapján. Az adatokat később itt lehet majd digitálisan feltölteni. A keretösszeget régiónként a szakmai szervezetek által megadott panel és társasházi lakások arányában osztják majd le. Januárban bármerre nézünk, mindenütt feliratok hirdetik a nagyobbnál nagyobb akciókat. Marketing fogásnak sem utolsó tehát a különböző üzletek évelei leértékelési hulláma. Sokan ugyanis véletlenszerűen térnek be egy-egy boltba nézelődni. Főleg a tipikus ajándékozási cikkeket forgalmazó boltok hirdetnek ilyenkor komolyabb akciókat, így a ruházat, a műszaki cikkek, könyvek, játékok kerülnek a szokásos áttöredékébe. Arról nem áll rendelkezésre adat, mennyit spórolhatnak az akciók során a vásárlók, de a becslések szerint akár milliárdos összegekről is szól. Lehet. Ha valaki tényleg spórolni szeretne, akkor érdemes céltudatosan vásárolnia ilyenkor is. Az akciós áruk mellé sok vásárló hajlamos ugyanis drágább termékeket is megvenni. A vállalkozások maguk döntik el, milyen mértékű akciót hirdetnek ilyenkor, és ők számolják ki, ez mekkora bevételi veszteséget jelent számukra. Magyarországon nem írja elő jogszabály, hogy milyen termékeket vonhat be a kereskedő a leárazásba, és mekkora lehet a leárazásnak a mértéke. A legkülönbözőbb számokkal találkozunk. Általában ilyenkor januárban azért a leárazások zöme a 50% feletti mértéket jelent, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy az üzletben minden egyes terméket annyival olcsóban kapunk meg. Aki olcsón szeretne vásárolni, az jól teszi, ha még januárban betér néhány üzletbe, legközelebb ugyanis nyáron lehet majd komolyabb leértékelésekre számítani.